A Borsodabói Zemplén megyei önkormányzati hivatal díszterme adott otthont a megyei úszószövetség díjátadójának. A teremben sportolók, edzők és szülők foglaltak helyet, akiket Török Dezső köszöntött, majd hosszú Katinka idézettel kezdte beszédét. Kelj fel és küzdj, hogy egyik nap az álmaidat éld. Az elnök szólt arról, hogy a megye úszósportja sokat fejlődött az elmúlt másfél évtizedben. Majd az ünnepeltekhez szólt és arra kérte őket, hogy harcoljanak azért, hogy kihozzák magukból a maximumot. Ezután Kis Attila, a Borsodabói Zemplén megyei úszószövetség elnöke mondott beszédet, aki úgy vélte, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a magyar úszó élet részesei lehetünk. Családias szervezetként 4 professzionális és 5 amatőr klub szövetségeként működik az egyesület. Közel 100 plastikkártyás és több mint 200 amatőr versenyző tagja a kluboknak. Ennek a sportolói körnek 10%-át jutalmazzák meg a díjátadó ünnepségen. Az úszás az egyik legmunkaigényesebb sport. Én azt gondolom, hogy a munkának, az eredménynek és az ünneplésnek össze kell kapcsolódni. Ha ebből bármelyik elmarad, akkor nem működik a rendszer. A nagyon sok munka után nem mindenkinek vannak meg az éppen aktuális csúcseredményei, de akkor is tudnia kell, hogy egy közösségi részese és a munkáját értékelik. Lehet, hogy ebben az évben nem ő az országos bajnok, de ez ad pontosan hitet a jövőt illetően, hogy tudják, hogy számítanak rá. Az ünnep, én azt gondolom, nagyon fontos része az élete. A kötelező úszásoktatás révén az úszás az egyik legnépszerűbb alapsport, amit elsajátítanak a fiatalok. Ez lehet azt mondani, hogy fontos az ő életük szempontjából, mert reméljük, hogy kevesebben fognak a víz áldozatai, és sokkal többen a víz tisztelői és élvezői táborába tartozni. Ilyen értelme a kötelező úszás oktatással az egy legnagyobb volumenű alapja van az úszásnak, de hát az úszásra nem csak az úszás épül, az úszásra épül a vízilabda, a kajakkenu felkészítésének fontos része, tehát ilyen értelme az egyik legszélesebb és a legjelentősebb bázist jelenti a sportok szempontjából. Az idén elindult egy 3-fordulós amatőrverseny, amellyel biztosítani szeretnék a kluboknak, hogy kiszámítható, szakmailag tervezhető megmérettetés segítse éves munkájukat. Ebben az évben 3 új úszoda is épült a megyében, Putnokon, Edelényben és Tokajban. A köszöntők után Tóth Veronika, Miskolc önkormányzatának sportreferense, Hölc Péter az ünnepség főszervezője, a megyei úszószövetség főtitkára, Bogyai Ferenc a megyei úszószövetség elnökségi tagja, és Szabó László a Miskolci Sportcentrum Kft. Létesítményvezetője adta át az elismeréseket. Elsőként Borsodabói Zemplén megye úszás büszkesége díját Török Dezső nyújtotta át Vécsei Rékának, a Miskolc Városi Sportiskola tehetségének. Az ünnepi műsort a Bright Eyes Folks együttes, Csík Noémi hegedű és Ritter József gitárjátéka tette hangulatosabbá. A megye kiváló úszója címet Stankovics Anna és Esztián Petra érdemelte ki, míg a Szerencsvárosi Sportegyesület kiváló sportolói közül Pálinkás Petra és Tamás Ádám vehettek át elismerést Szabó Lászlótól.